Ismerkedjünk meg azokkal az eszközökkel, amelyeket otthon megtalálunk ugye a hálózatunknak a működtetéséhez. Először is ugye a legfontosabb, magának az internet kapcsolatnak, ugye a hálózatnak az eljutatása az otthonunkba. Erre szolgálnak különböző adatátviteli közegek. Ez lehet akár vezeték nélküli, tehát gondolok itt például, hogyha valakinek mobilisztikja van, tehát a szolgáltatótól mondjuk egy USB-s mobilstiket kapott, annak segítségével jelentkezik be ugye a szolgáltató hálózatába, és mobiliteneten keresztül használja a világhálót. A másik pedig, hogy hogyha vezetékes szolgáltatásunk van otthon, akkor azt valahogy el kell juttatni az épülethez, és onnan pedig az épületből ugye a különböző egyéb eszközökhöz. Erre többféle közeg szolgál, a régebben elsődlegesen ugye a telefonhálózat, a telefonkábelek voltak erre a célra, voltak a koaxiális kábeleknek a használata, ez még jelenleg is használható sok helyen, illetve a legtöbb helyen már ugye a fejlesztéseknek köszönhetően rájutottunk oda, hogy optikai, azaz az úgynevezett üvegszálas közegen keresztül történik az adatátvitel, ugye ezen a leggyorsabb, legmegbízhatóbb és egyebek. Részletesen kitérünk majd ezeknek az adatátviteli közegeknek a tulajdonságaira, felépítésére és a többi, de most egyelőre ennek a videónak nem ez a célja, tehát nem is húznám nagyon sokáig. Az optikai kábel, amit itt láttok, ez elsődlegesen ugye épületek közötti átvitelre szolgál, tehát ez általában ugye csatorna föld alatt van elvezetve és a többi. Tehát ezt kifejezetten nem ebben a formában látjátok, nem ezzel találkoztok, hanem általában egy ilyen fehér vagy szürkés színű, ettől hajlékonyabb, rugalmasabb kábellel, amely ténylegesen csatlakozik a rúteretekbe, vagy pedig ugye a is kábellel, ami szintén egy átalakító segítségével csatlakozik a routerbe, vagy modembe. régebben még különálló modemek voltak, most már ugye a router tartalmaz mindent. Ez az egyik. A következő, ami ugye rendelkezésünkre áll, az maga a szolgáltatótól kapott router. Ennek lehet ugye többféle kivitele, függően attól, hogy melyik szolgáltatónál vagyunk. Hasonlóan felépítése mindegyiknek, hátul az RD45-ös portok a különböző eszközöknek a csatlakoztatására, illetve hogyha a vezeték nélküli kiadást választottunk, akkor ugye vannak olyan routerek, amik antennával, vagy ez is például hogy a vezeték nélkül, de antenna nélkül van felszerelve, ugye ők a forgalom irányítók, nekik az a feladatuk, hogy a hálózati forgalmat a megfelelő irányba irányítsák, azaz amikor a kommunikáció üzemel a hálózatunkon, akkor irányítsák a megfelelő kliens irányába, ugye, amelyik éppen kommunikál, legyen a számítógép, okos eszköz, a hűtőnk akár, vagy bármi más, ugye a tévé, a streamenünk, stb. Ezeknek uh, nagyon fontos, a, uh, nagyon fontos az, hogy ezek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, milyen felszereltségük van szoftveresen, tehát hogy mikre képesek, illetve emellett nem csak az, hanem a hardveres felépítése is, hiszen attól függően, hogy milyen jellegű hardware vannak szerelve, mennyire erősek, mert ezek is már több magas processzorral rendelkeznek, egyre több memóriájuk van, és a többi, hiszen a bonyolult illetve a nagysebességű hálózati kommunikációnak a lebonyolításához már igenis erős hardware van szükség, illetve a legújabbak már ugye fel vannak szerelve, rengeteg egyéb funkció, vagy például ugye háttértárlót is tudunk hozzá csatlakoztatni, biztonsági mentést és egyebeket tudunk csinálni rajtuk keresztül, vagy akár ugye médiatartalmainkat megoszthatjuk. Ezek után Ugye, hogyha szeretnénk a hálózatot megosztani az eszközén között, és több eszközünk van, de nem feltétlenül csak vezeték nélkül tudjuk ezt megtenni, hanem kábelesen is. És abban az esetben, hogyha több lenne, mint amíg itt van, vagy ugye nem innen szeretnénk tovább inni, hanem két szoba között áthidaltuk kábel segítségével, és ott szeretnénk szétosztani, akkor jönnek képbe ugye a switchek, amik általában például nagyon jól jönnek, hogyha az íróasztalunkon több eszköz is van, mondjuk laptop és asztali PC is, szeretnénk megosztani köztük a hálózati kapcsolatot, vagy ugye mindegyik csatlakozol az internetre, akkor egy ilyen switch segítségével ezt megtehetjük. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy egyszerű elosztó. Időzőjelben ez egy meglehetősen butácska eszköz. Meg pontosan az a lényege, hogy szétossza a hálózati forgalmat. Ezt kb. úgy kell elképzelni, mint egy elektromos elosztót, amely egy dugót osszít több azonos dugóra, és ezáltal ugye elektromos áramot biztosítva az eszközökre. Ez is ugyanez, csak ez a hálózatot hivatott ugye ellátni. Ezek mellett, amire még otthon mindenképpen szükségünk van, a hálózati kábelek, az UTP kábelek, melyeknek több különböző típusa létezik, függően attól, hogy mekkora távolságot szeretnénk vele áthidalni, milyen, minő, milyen sebességű kapcsolatot szeretnénk kiépíteni. Illetve felépítésük ezeknek is nagyban különbözik, függően attól, hogy milyen helyszínen, milyen helyen használjuk fel őket, de erre is majd részletesen kitérünk egy másik videóba, Illetve még ami szintén előfordulhat és hasznos, az ugye a különböző eszközök, perifériák, melyeket csatlakoztatunk a gépünk között. ez is például egy USB-s Wi-Fi antenna, arra az esetre, hogy olyan gépünk van, amely nem rendelkezik beépített Wi-Fi kártyával, akkor lehetőségünk van ennek segítségével csatlakoztatni. Ilyenek léteznek már egyébként ilyen picikek is mini stick formájában is. Ezek is teljesen jók. Itt azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen szabványjal van ellátva, tehát mekkora sebességgel képes maximálisan, USB 2 vagy 3-as, illetve a gépünknek is USB 2-es vagy 3-as portja van, és abba kell csatlakoztatnunk. Ezek az alap dolgok, amelyekre szükségünk van az otthonunkban a hálózatnak az üzemeltetésére, működésére, minden egyéb extra, amit használunk, tehát akár több router, mesh hálózat kiépítése, ugye access pointok, -ok, access pointok, -ok, vagy teszem azt hálózati tárlók, mint a NAS és egyéb eszközök. Ezok már csak a plusz dolgok, amiket mi beépítünk a saját hálózatunkba. Ezekre is ki fogunk térni majd a későbbiekben, de ez már majd a következő videó tartalma lesz. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!